kettőzött erővel fogunk készülni. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült az első meccsen nyerni. Szinte minden adott volt, mind hangulatban, mind az egész csarnok, ahogy elkészült a meccsre. Még egyszer mondom, nagyon sajnálom, de visszanéztük a felvételeket, nagyon sok olyan hibát elkövettünk, amit nem szabad ahhoz, hogy mi tudjunk nyerni itthon. A mérkőzés eredményétől függetlenül az új csarnok hangulata hogy tetszett, hiszen alvajátékosként neked is ez volt az első fellépésed itt a Vodafone Sportcentrumban? Már minden várakozásomat felülmúlt. Ellenfélként pár szóval már játszottam itt, de egyszer sem volt ilyen hangulat. Tényleg az ember már amikor belépett a csarnokba, már akkor egy felfokozott érzése volt, nagyon jó volt. Ugye jön a Kaposvár, amely szerintem talán még, én azt mondom, hogy erősebb is annál a körmendél, amely nyerni tudott, tehát az biztos, hogy könnyebb dolgotok nem lesz, mint ami volt a legutóbbi meccsen. Igen, a körmen stílusa így, hogy a Rakocsevics nem játszott, azért nagyon kellemetlen volt. A felső kettőkből a kiosztásokból sajnos nem jól rotáltunk. A Kaposvárnál ugye legfőképpen a két magas emberre kell figyelni, de az első meccsen is sok hármas kaptunk rossz besegítésekből. Ezt most nagyon sokat gyakoroltunk a héten, remélem ennek meg lesz az eredmény. A mi célunk is az volt, hogy a legvégsőkig tartsuk úgymond a hazai pályát. Ezt valahol vissza kell hoznunk, és nem szabad többször botlanunk itthon.